Jó estét kívánok, ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora. A mai fél órában többek között Gyulatanyára látogatunk, ahol a legújabb kukoricafajtákkal ismerkedtek meg a termelők. Nézzük a mai étlapot. Születi mulatságra készülnek. Tokajba hívják a látogatókat október elején. Kukorica bemutató a legújabb fajtákat ismerhették meg a termelők. Ipar 4.0. A digitalizáció fontosságáról tartottak programot a kamarában. Október első hétvégén rendezik meg a már hagyományos tokai szüreti napokat. Persze nem csak a szüret és a finom borok miatt érdemes a turisztikai központba látogatni. A témával kapcsolatban vendégünk a stúdióban Tokaj polgármestere Posta György. Jó estét kívánok! Kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a nézőket! Na, még mielőtt a szüreti napokról beszélnénk, azért egy szezon végén vagyunk, ami nem tudom, hogy önöknek mennyire szezon vagy sem, mármint a nyár, hiszen hogyha azt nézzük, akkor önöknél igazából az ősszel kezdődik a szezon. Jól gondolom, vagy igazából mégsem. Azt lehet inkább elmondani, hogy kitolódik a szezon, ugye szület kapcsán nagyon sokan látogatnak el Tokajba, Tokajhegyre a szület miatt, és hát így október végéig eltolódik a szezon, aminek mi nagyon örülünk, és ugye a szállásadóknál is ezt jól lehet majd lemérni, hogy a foglalások még hétvégén még hasonlóak, mint a főszezonban. A hétköznapok még kicsit gyengébbek, de a hétvégék még mindig erősnek mondhatók Tokajban. De az igazán erős az a szeptember-október, amikor tényleg zajlik a szüret? Elsősorban az a július és az augusztus és a szeptember, utána már azért kicsit inkább a hétvégekre dolódik ki a szálláshelyeknek a lefoglalása. Ráadásul hamarosan most már azért könnyebben meg lehet önöket közelíteni Nyíregyházáról is, hiszen azért eddig volt egy fő akadályozó tényező. Igen, nagy örömünkre úgy néz ki, hogy ebben az évben azért már csak elkészül a tokai Erzsébet királyné hídnak a felújítása. Nagyon sok bonyodalmat és problémát okozott ez az odáérkezőknek, elsősorban a nyíregyháziaknak, akik több esetben csak egy napra kívántak lejönni Tokajba, és sajnos sokszor több időt kellett eltölteni a várakozással, mint az odautazással. Most már úgy tűnik, hogy november 30-ával teljesen kész lesz a híd, és december 20-ával a forgalomkorlátozások is meg fognak szűnni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy a jövő szezonra már egy nagyon biztonságos közlekedésű, nagyon biztonságos híd fog rendelkezésre állni, és ami ennek egy nagy előnye lesz, hogy a kerékpáros közlekedés is ugye biztonságosabban lesz téve, mert a híd az rendelkezni fog egy kerékpáros átvezetéssel, külön lesz választva a kerékpáros sáv az északi oldalon, a déli oldalon pedig a gyalogos közlekedés fog bonyolódni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal biztonságosabb körülmények között lehet majd közlekedni a Tokaji Erzsébet királyné hídján. Konkrétan ez volt a fejlesztés egyik fő célja? Igen, ez egy turisztikai beruházás volt, tehát igazából nem a hídnak a felújítása volt a fő cél. De felújították. De felújították egyben a hídat is, hanem elsősorban az, hogy a Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút kapcsán biztonságosan át lehessen hozni a kerékpárosokat a Tokaji Erzsébet királyné hídján. Önök egyébként a látogatottságban már nem tudom, hogy mennyire lehetett ott látogatottságot mérni vagy sem, de mennyiben érezték azt, hogy azért egy gátló tényező most éppen a híd felújítás. Azt lehet mondani, hogy talán napi forgalomban, az éttermekben valamilyen szinten ez érezhető volt, de a vendégészakák tekintetében ezt nem éreztük. Azt lehet mondani, hogy a tavalyi rekord vendégészakákhoz közeli lesz az ez év is. Tavaly 47 ezer vendégészaka volt Tokajban. Pedig tavaly is már pandémiás helyzet volt, és úgy tűnik, hogy a mostani pandémiás helyzet ellenére is ezt a 47 ezer vendégészakát fogjuk tudni tartani, annak ellenére, hogy a legnagyobb szálloda most jelen pillanatban zárva van, a Hotel Tokaj, mert ugye átalakítás alatt van. Így is úgy tűnik, hogy ezt a 47 ezeret fogjuk tudni majd hozni ebben az évben, legalábbis az ENTAK számai alapján ez prognotizálható. És úgy tűnik, hogy ezt a látogatószámot, 47 ezer, ugye, amit mondott, vagy a befogadó számot sikerül növelni, mert hogy jelentős beruházások zajlanak most Tokajban. Azt gondolom, hogy a térség legnagyobb turisztikai beruházásai mozzanak szállásfejlesztés tekintetében. Azt mindenképpen ez egy óriási előrelépés fog jelenteni Tokajban, de nem csak Tokajban, hanem egész Tokajhegy alján. Úgy tűnik, hogy jövő február 28-ára el fog készülni az 5 csillagos 100 szobás szálloda. Ez egy hatalmas lökést fog adni a településnek, illetve a térségnek. És említettem a Hotel Tokaj átalakítását, ami ugye
minőségileg fog átalakulni, eddig 3 csillagos volt, most 4 csillagossá fog átalakulni, egy wellness-szel kiegészülve, illetve az eddigi 43 szoba most már bővül 55 szobára, tehát azt lehet mondani, hogy egy 155 fő férőhelyes minőségi változások bekövetkezni Tokajba, ami azt gondolom, hogy hatalmas előrelépés, és valószínűleg egy a minőségi turizmus is jelentősebben meg fog jelenni majd a településen, bízva abban, hogy nem csak a szállodákban fognak majd ezek a vendégek időt eltölteni, hanem kíváncsiak lesznek a városra is, és be fognak jönni a városba is, és részt fognak venni a város életében is. Miért gondolják azt, hogy ennyire nagy szükség van egy ilyen szállodára, illetve kettőre, ugye egy 4 és egy 5 csillagosra? Azt volt a tapasztalat, hogy azok a vendégek, akik az ilyen típusú szálláshelyeket keresték, azok nem jöttek el Tokajba, Tokaj hegyoljára. Van egy igény erre a szállás minőségre, tehát a felmérések alapján indult el az, hogy ebben a tekintetben előre kell lépni, és én azt hiszem, hogy vissza fogják igazolni majd a számok, hogy igenis szükség volt Tokajhegy olyan egy 5 csillagos szállodára, ami minden igényt ki fog tudni elégíteni. Elsősorban a belföldi célközönséget próbálják meg hívni, megszólítani? Azt gondolom, hogy legalábbis a tulajdonosnak az a szándéka, hogy egy olyan hiányt fog betölteni ez az 5 csillagos szálloda, ami a belföldi turizmusnak is majd fő célpontja lehet. Persze nem fognak lemondani majd a külföldi turistákról is, de elsősorban én, ahogy ismerem a befektetőnek a szándékait, mindenképpen a belföldi turizmust célozta meg, és én azt gondolom, hogy erre van is igény, legalábbis a számok most ezt tükrözik vissza. Na, ne csak erről beszéljünk, hanem beszéljünk a Tokaji hegyről is, mert hogy ott is fejlesztések vannak tervben. Ami az egyik legfontosabb, ami már indult, ez a Tokaji kör, ami azt jelenti, hogy a Tokaji Kopasz egyet körbe lehet lesz majd kerékpárral tekerni. Ez ugye összefügg a Nyíregyháza-Tokaji kerékpárúttal, illetve az Erzsébet királyné fejlesztésével, hídjának a fejlesztésével. Valószínűleg tavasz vagy nyár elejére el fog készülni ez a Tokaji kör, és akkor most már biztonságos körülmények között nagyon kellemes környezetben, a Bodrogparton, többek között a Bodrogparton lehet lesz majd ugye tekerni addig, amíg a Bodrog ugye érintve van a hegy kapcsán. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon nagy turisztikai attrakció lesz, és ami ettől még nagyobb turisztikai attrakció lesz, az pedig az a 4 évszakos zárt kabinos felvonó, amit tervezünk a Tokaji Fesztiválkatlantól a TV-toronyig megépíteni, illetve ott a TV-torony környéken is egy komoly fejlesztést próbálunk majd megvalósítani, aminek az első lépcsőjeként nagy valószínűséggel a jövő nyárra már elkészül egy jobb minőségű terasszal ellátott büfé, gyors büfé, illetve olyan vizes blokkokat kívánunk kialakítani, ami az odaérkező turistáknak egy nagy hiányt fog pótolni, tehát el fog indulni az a nagy űr egy fejlesztéssel, amire már nagyon sokan várnak, hogy a Tokaji Kopaszhegy tetején olyan minőségi szolgáltatást kapjanak az emberek, ami eddig nem volt. Ez az első lépcső, maga a felvonó a következő lépcső, és egyébként tervezzük egy olyan látványos dolgot is, hogy a TV-torony gombájába fölmenni egy látványlifttel, hogy onnan 300 fokos panorámát lehessen majd élvezni. Tehát egy nagyon komoly fejlesztésben gondolkodunk, aminek a tervezéseit már elindítottuk, és reményeim szerint 2024-ben már az építkezés is zajlani fog. De jó, erre tényleg nagy igény lesz. Szerintem sokan gondolták tényleg azt, amikor vagy gyalog, vagy autóval felmentek oda a hegy tetejére, hogy milyen jó lenne itt leülni, és akkor mondjuk kávézni egyet, vagy megebédelni. Igen, az első lépésben ez fog megvalósulni. Igen, igen. Beszéljünk akkor az idei szüretről. Hát gondolom, ön azért tud ezzel kapcsolatban is nyilatkozni. A 2021-es esztendő, mit mondanak a gazdák? Milyen minőségű lesz? Nagyon bizakodóak. Igazából a korai fajták szüretje már zajlik, és azt gondolom, hogy ez is nagyon biztató. Most ez az időjárás, ez nagyon kedvez eddig legalábbis a szülőnek. Igaz, van valami késedelem a szülőben, de ha ilyen szép ősz lesz, akkor azt gondoljuk, hogy bizakodva várhatjuk a tokaji szüretet. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy minőségben és mennyiségben is megfelelő lesz az idei szüret. Persze,
még nyitott az ég, és sok minden történhet, de a mostani állapot szerint mindenki bizakodó. Tehát akkor majd akár 10-20 év múlva a 2021-es esztendőt azt hogy lehet értékelni? Vagy még ilyet nem lehet mondani? Ez korai, hát, a borászok szoktak mondani, igen, hogy minden egyes korai kijelenteni, hogy esetleg egy kiemelkedő évjárat lesz, de jelen pillanatban bizakodóak vagyunk. Na, beszéljünk akkor a programról. Egyrészt van egy olyan hétvége, amely eléggé különleges, még mielőtt rátörnénk a születi napokra, ez a Magyar-Orosz Barátság napja. Igen, ez pedig most lesz hétvégén. Ezt már 2013-tól tartjuk a városban. Ez általában Szent Miklós napja környékén valósul meg ez a rendezvény. Most ezt előrébb hoztuk, és ez most szombaton lesz Tokajban a város főterén. Ennek van most egy apropója. Nem tudom, mennyit tudnak erről a rendezvényre a tévénézők, de Rákóczi Ferenchez és Első Péter Czárhoz köthető ez a rendezvény. Rákóczi Ferenc volt az, aki felfedezte a tokai bor diplomáciai értékét, és küldte ki Szentpétervár a tokai asszút abban bízva, hogy a szabadságharc mellé majd Első Pétert maga mellé állítva sikeres szabadságharcot fog ugye megvívni. Amikor elbukta a szabadságharcot, annyira megkedvelte a cári udvar a tokai asszút, hogy Első Péter cár létrehozta Tokajba az Orosz Borvásárló Bizottságot. Ennek a bizottságnak az volt a feladata, hogy Tokaj hegy aján felvásárolja az összes asszút, elkészítsék a tokai asszút, és utána kikísérjék Szentpétervár ezeket a szállítmányokat. Ez egy óriási előlépés volt, mert a tokai asszúért a cár fizetett, és a kereskedők nagyon meggazdagodtak. Ez volt egyébként Hegyalja a fénykora, és ennek ez a borvásárló bizottság egy 45 fős kolóniából állt, ami Tokajban székelt, és ez a mostani orosz nagykövetségnek az elődje, mert ugye olyan jogosítványokkal bírt, hogy szállítólevelet adott ki a borhoz, tehát megfelel a mostani nagykövetségnek, és az orosz nagykövetség úgy is tekint erre a misszióra, mint az elődjére. 13-tól tartjuk ezt a megemlékezést, és most ennek az az apropója, hogy a magyar huszárok és az orosz kozákok adományából elkészült a tokai ortodox templom harangja, ami annak idején megsérült, 1790-ben szentelték föl ezt a harangot, és akkor került az ortodox templom tornyába. Ennek a harangnak az újraöntése apropóján lesz az átadási ünnepség a Tokajváros főterén, ahol részt fog venni ezen a rendezvényen az orosz Magyarországra akkreditált nagykövete, ami először fordul elő, hogy ezen a rendezvényen részt vesz a nagykövet úr, ez nekünk egy nagyon nagy elismerés, azon túlmenően, hogy az ortodox egyháznak a vezetői is jelen lesznek, a magyar kozákok, a magyar huszárok, ugye lovon fogják a díszmenetet majd a város főterére behozni a harangot, és ami ebből adódóan még nagyon fontos esemény, hogy meg fogjuk koszorúzni a múzeumban lévő Orosz Borvásárló Bizottság emléktábláját, és hát bízom benne, hogy ez a látványos felvonulás, amit a huszárok és a kozákok fognak biztosítani, több embernek fölkelt az érdeklődését, és el fognak jönni, és meg fogják nézni ezt a harang átadási ceremóniát. Azt követően pedig pár héttel később tokai születi napok. No, erről is meséljünk. Igen, ugye ez elég régre nyúlik vissza, és itt szeretném kihangsúlyozni, mert talán még erről itt soha nem beszéltünk, hogy nyíregyházi kötődés van ennek a tokai-hegyai születi napoknak. Nem nagyon tudják, de Lázár Miklós, aki akkori nyíregyházi származású országgyűlési képviselő volt a tokai hegyaljának. Az ő ötlete volt, hogy legyen egy tokai hegyaljai születi hét, és a parlamentbe felszólalt, és kérte a parlament támogatását, hogy 1933-ban megcsinálják ezt a tokai születi hetet. A kormány minden tagja akkor részt vett ezen a tokai születi heten, és az írásos emlékek szerint több mint 60 ezer ember volt jelen ezen a tokai születi heti eseményeken. Tehát nagyon régre nyúlik vissza, és ezt azért hangsúlyoztam ki, hogy Nyíregyházán vagyunk, és ugye Lázár Miklós nyíregyházi származású volt, de Tokaj hegyalja képviselőjeként lobbizott ezért a születi napért, és ugye azóta, persze a háború kivételével minden éven ugye ez a születi napok meg van valósítva, és ez nem csak Tokajról szól, hanem Tokaj hegyaljáról.
ezen a születi vígságokon a 27 település is képviselteti magát. Ennek ugye a legnagyobb attrakciója a születi felvonulás, ami most már sajnos nagyon kevés helyen van Tokaj hegyalján. Tokajban minden évben ezt a nehézségek árán is, de mindig megrendezzük. Ez ugye most másodikán lesz majd szombaton 14 órától, és hát a hídfelújítás, a kialakult helyzet miatt most nem a megszokott útvonalon fog ez a születi felvonulás ugye levezénylődni, hanem a főtérről fog indulni a fesztivál katlanig, és maga ez a születi mulatságuk is most nem Tokajváros főterén lesz, hanem a fesztivál katlanba. Ennek ugye az oka a hídfelújítás, illetve hogy a főtéren is el fog kezdődni pont abban időszakban egy felújítás, illetve az, hogy ugye ezeket a rendezvényeket most már csak vérecsigazolványjal lehet látogatni, és a tokai főteret nehezen tudjuk alkalmassá tenni ahhoz, hogy ellenőrizhessük a vérecsigazolvány meglétét, ezért is tesszük a fesztivál katlanba, hogy ne vétsünk a szabályok ellen, úgyhogy most új helyszín lesz, de a felvonulást megtartjuk, reményeink szerint ugye nagyon sok embert fog ez érdekelni. A felvonulás ugye egy nagyon látványos dolog, és szeretném félni a figyelmet, hogy több mint 100 borlovak fog felvonulni majd ezen a felvonuláson. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy köszönöm a lehetőséget. Borok és Tokaj után kukorica és gyulatanya. Néhány napja mutatták be a termelőknek a legújabb fajtákat. A tanácskozáson szó esett arról, hogy bár kevés csapadék jutott a kukoricának, idén is jó termés átlagra lehet számítani. Kerecsen József járt a találkozón. Nagyjából másfél hónappal a burgonya bemutató után újra gazdák és agrár szakemberek gyűltek össze a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. Ezúttal a kukorica volt fókuszban. A szakmai napon a szántóföldeken kikísérletezett növényekről, illetve az idei kukorica termésről és a termesztés aktualitásairól tanácskoztak a kilátogatók. 6 cég és 45 fajta kukorica van beállítva mezőparcellás kísérletbe. Hát a rendezvénynek a fő célja, hogy a szárazság ellenére, hogy mit tudnak teljesíteni a kukoricák, illetve mondjuk még most a betakarításra nem kerül sor, viszont ugye már lehet látni azért a csöveken, hogy mégis milyen termés várható. Az időjáráshoz képest, aki megnézte eddig a kukorica kísérletet, mindenki meg volt vele elégedve. A konferencián szó volt arról, a klímaváltozásra a kukorica termesztésben is fel kell készülni. A gazdáknak ismerniük kell azt, hogy a különböző tájegységek között milyen különbségek vannak, és milyen technológiai változtatások szükségesek a minél jobb termés érdekében. A megújulás az általában nagyon szükséges, az élet és a gazdaság bármely területéről nézünk. A kukoricafajta kísérletek azért fontosak, és azért lesznek egyre fontosabbak, mert a technológiai fejlődés megkívánja, hogy kövesse a biológiai kapacitás, mert ha ez nem követi, akkor nem fizetődik vissza a sok befektetés. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mely fajtákat kell kiválasztani a termesztéshez, ahhoz többé-kevésbé pontosan meg kell ismernünk a tulajdonságaikat, és hát ez a fajta kísérletek lényege. A fajta bemutatóké, mint ami most itt majd zajlik, az pedig az, hogy ezt közismertté tegyük, ezeket az eredményeket, amelyeket a fajta kísérletben elértünk, és a gazdák megtanulják használni a fajtákat. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a gyulatanyai fajta kísérleti állomás az elmúlt 2 évtizedben országos hírnévre tett szert. Mint mondta, ehhez ezek a találkozók is jelentősen hozzájárultak. A tapasztalat csere ugyanis hatékonyabb kukoricatermesztést idéz elő a gazdák körében. A gyulatanyai rendezvényeknek a különböző fajta bemutatóknak azt hiszem, hogy a legnagyobb erénye az mindig az volt, és a jövőben is ez lesz, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy itt találkozzanak egymással azok a szakemberek, akik akár termesztéssel, akár termesztés technológiával foglalkoznak, és meglegyen az a lehetőségük, hogy tapasztalatcserét tudjanak egymással folytatni. Megosszák egymással azokat a jó gyakorlatokat, pozitív, illetve negatív eredményeket, amelyek alapján magát a termesztés lehet hatékonyabbá tenni, tehát valóban ez egy közösségi találkozási pont, és mind-mind azt a célt szolgálja minden egyes találkozó, így a mai és a kukorica fajta bemutató, hogy valóban előre lépést nyújtson, egy előremutató lehetőséget nyújtson, és egy olyan találkozó színhelye legyen, amely szakmailag tudja támogatni a gazdákat.
Tavaly itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rekord kukoricatermést regisztráltak, hektáronként átlagosan 8,6 tonnát takarítottak be. Ez a kivételes eredmény az ideinél jobb csapadék megoszlásnak volt köszönhető. Bár országos és megyei viszonylatban is nagyok az eltérések, ezúttal sem lesz ok panaszra, az Agrárkamara közepesen jó termést vár a rövidesen kezdődő betakarítástól. Ahhoz, hogy állandósuljon a tavalyi kiváló termés átlag, az öntöző rendszerek fejlesztésén kell jelentősen dolgozni. A szakemberek egyetértettek abban, hogy több hetes nyári szárazság esetén 2-3 alkalommal szükséges a kukorica öntözése. Rendkívül nagyok az országban a különbségek. Én két kísérletről beszélnék most, amelyek magukért beszélnek. Irekszemcsén néztem meg pár nappal ezelőtt a ugyancsak 39 hibridből álló kísérletünket. Ott ilyen 5 tonna körüli termések várhatók ebben az évben. A taktaharkányi kísérletünket megnéztem akkor, amikor jöttünk errefelé most ma reggel. Ott elé kell tenni egy egyest az 5-6 tonnának, és inkább 15-16 tonnás eredmények várhatók. Tehát ez az országra is elég jellemző. A meteorológiai adatok azt mutatják, hogy az országban talán egy ilyen 6-6,5 tonna közötti termés várható ebben az évben. Vegyes képet mutat a megyeiben is a kukoricatermés, ugyanúgy, mint országos szinten. Vannak olyan területek, ahol akadályozta a vetési időszakban az elvetésnek az ideje elhúzódott, akár még május 15-e után is vetettek kukoricát. Nem lehetett rámenni a talajra, annyira felázott volt, nem lehetett a talajművelést elvégezni időbe. Illetve amikor sikerült elvetni, akkor pedig egy olyan szárazság következett, hogy úgy lekeményedett a talaj, hogy nem volt egységes a kelés, majd később, mikor megjött a csapadék, akkor keltek ki sok növény, ami már lemaradott fejlettségi állapotba került, azért mondanám, hogy olyan vegyes, de nagy összességében a megyében a várakozások a sok évi átlag felső határát súrolják, ugyanis a tavalyi évben emlékszünk, hogy egy 8,6 tonnás megyei átlag volt, ami még soha nem volt, úgyhogy most ha ahhoz viszonyítanánk, akkor nem éppen jó végeznénk a feladatot, és mi ahhoz viszonyítjuk, amikor ezek a 7,4 tonnás átlag voltak. Most a becslések szerint egy 8 tonna környékére várjuk, ami összességében azt mondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe egy jónak mondható, de természetesen a statisztika készítésekor voltak olyan gazdálkodók, akik meg tudták öntözni legalább egyszer. Azok azt mondják, hogy akár a 120-130 mázsa is lehet hektáronként, ez nem átlagot jelent az ő kis gazdaságában se, hanem azokra a területekre vonatkoztatva, amit meg tudott öntözni. A jövő már elkezdődött az iparban. A vállalkozások számára az új technológiák alkalmazása létkérdés. Ezért volt fontos az Ipar 4.0 Test közelből című program, amelyet kedden rendeztek meg Nyíregyházán. VR szemüveg is várta a résztvevőket a kamara rendezvényén. A digitalizációnak azonban nem csak virtuálisan, hanem a valóságban is számtalan előnye van. Csökkenő költségek, növekvő profit és versenyelőny. A szektor informatizálásának növelésére, az e-gazdaság előmozdítására jött létre a Modern Vállalkozások programja, melynek keretében a KKV-k képviselőinek nyújtanak ingyenes szakértői segítséget cégük fejlesztéséhez. A Szabolcs-Szatmár-Beregi vállalkozásoknak a megyei iparkamarában tartottak előadás sorozatot. Itt többek között az is elhangzott, minden szektort érint a mesterséges intelligencia fejlődése. Arról van szó, hogy most már elértünk arra a szintre, hogy lényegében digitalizálni lehet mindenféle ipari folyamatot, és hát mivel, hogyha valamit át tudunk emelni a digitális térbe, akkor ott onnantól egyszerűbben tervezhetői válnak, elemezhetői válnak ezek az ipari folyamatok. Tehát ez az, ami mindenképpen nagyon hasznossá válik most már, hogy nem kell a fizikai környezetben minden áron tesztelgetni, próbálkozni, hanem lényegében digitális tervezéssel, adatelemzéssel, hát most már korszerű mesterséges intelligencia elemekkel lehet ipari folyamatokat kezelni. Mindenképpen
éppen én úgy látom, hogy célszerű motiválni a cégeket, tehát el kell magyarázni, hogy miért jó ez, miért hasznos ez, jó példákat kell mutatni, tehát ez nagyon fontos. Nem annyira nagyon egyszerű ezt megérteni, némi beruházást igényelhet egy általásos egyszerű egy cég életében, de én úgy gondolom, hogy egyértelműen mindenki ebből profitál a cégek esetében, optimalizálni lehet, olcsóbbá lehet tenni a működést, és hát nem utolsó sorban azért azt hozzátenném, hogy aki nem úgy érződik, hogy aki nem áll át erre a gondolkodásmódra, egy picit le fog maradni a versenytársaktól. A résztvevők többek között az adattudomány nyújtotta lehetőségekről is hallhattak előadást. Mitől lehet versenyképes mondjuk a 21. században már egy cég? Azt mindenképpen aláhúznám, kiemelném, hogy az adatalapú gazdaságra való áttérés az nagyon érződik, tehát egy cég esetében, ha van saját adata, akkor az nagyon-nagyon hasznos, ha nincs saját adata, akkor is megnézhet hasonló jellegű cégek adatai, publikusan hozzáférhető adatokat. Egy idő után reményeink szerint ugye már nemzeti adatvagyon hozzáférés is jobban biztosítva lesz, tehát nemes egyszerűséggel egy tervezési esetben inkább az adatokra támaszkodhat, hogy hol nyisson egy új boltot. Most nagyon egyszerű dolgot, milyen terméket vásároljon, mennyit vásároljon be, hol adja, ki legyen a célközönség, dátumok, hogy igazodjon. Tehát mindenképpen hasznosnak tűnik, hogyha az adatelemzést ilyen értelemben bevezeti a napi rutinba a cég. Magyarországon, vagy itt ebben a térségben az adatelemzés az milyen cipőben jár, tehát hogy mennyire fejlett ez mondjuk az európai vagy a világ egyéb területeihez képest? Azt lehet mondani, hogy nagyjából egy 10 éve kezdődött el, még annyi sincs, így a újabb forradalma itt az adattudománynak vagy a mesterséges intelligenciának, tehát olyan irgalmatlan nagy lemaradásról nem lehet beszélni, mert még 5 éve kezdett úgy mindenki jobban magához térni, hogy na akkor ez hogyan is lehetne. Az viszont látszik, hogy mindenki elkezdte ezt, minden kormány, minden állam elkezdett ezzel foglalkozni nagyon komolyan. Talán nem is kell bemutatni ugye a legnagyobb cégeket, a Google, Microsoft, mennyi adatot gyűjtenek, vajon ezt mindenki érzi a saját bőrén, hogy gyanús egy kicsit, hogy igen nagy mennyiség adat landó különböző cégeknél is, nem véletlenül annyira sikeresebb például egy Netflix-es ajánlórendszer, tehát hogy ez úgy érződik, hogy ezek az adatgyűjtések mindenképpen mennek. Nálunk sincsen szerintem Magyarországon tragikus lemaradás, nem beszélhetnénk erről. Elég jól integrálva van az EU-s működésbe, az itthoni működés, oktatás, képzés szempontjából szerintem ezt mindenképpen erősíteni kell, közös diplomákat kiadni, tehát Európa szinten mindenképpen szerintem felhozható a magyar képzés is, hogy ne legyen különösebb probléma, dolgozni kell rajta, a magunk részéről mi is új szakindítását javasoltunk, specializációkat javasoltunk, céges ipari szükséglet alapú megközelítést javasoltunk, talán most ezek a legszerencsésebb kiinduló pontok, de mondom még egyszer, olyan nagyon rettenetesen még azért nem tisztult le ez a terület máshol sem. Ha már adatgyűjtésből beszélünk, akkor szóba kerül mindenképpen az adatbiztonság is. Ez miért fontos, és hogyan lehet ezt megoldani mondjuk kisebb cégek esetében is, azért igen nagy kockázatokat rejt az adatbiztonság. Ez egy örök kérdés, tehát némi kockázatot is időnként sajnos úgy tűnik, hogy vállalni kell, tehát hogy volt szó a felhő alapú feldolgozásokról. Ha most valaki egy publikus felhőszolgáltatót használ, ami nyilván nagyon hasznos lehet, nagyon kényelmes, nagyon hatékony, nagyon erős, és bár a felhőszolgáltató vállal bizonyos adatvédelmeket, de a cég mégsem bízik benne, hát akkor itt jön egy olyan jellegű probléma, hogy akkor saját magának kell kiépítenie, talán a cég esetében ez a legszerencsésebb. Sok esetben viszont, ahogy említettem már, egy cég azért azt megteheti, hogy a saját adataira rettenetesen vigyáz, viszont például publikus adatokból is nagyon sok mindent fel tudhat építeni magának. Tehát az adatbiztonság az nagyon fontos, kiemelném ugye a GDPR problémakört, tehát amiatt aztán végképp. Ezt úgy lehet ugye megoldani általában az anonimizálással, tehát hogyha érzékenyebb adatok vannak, megfelelő anonimizálás után ne lehessen ugye a magánemberre ráismerni, utána azért egyszerűbbé válnak ezek az elemzések. Lépten nyomon látok ilyen problémát, hogy mondjuk megbízik a felhőszolgáltatóba a cég, vagy nem bízik meg, ha nem bízik meg, akkor az elég drága neki, kicsit lelassul, de cserébe biztos lehet benne, hogy az ő adatait nem lopja el senki. Ez gyakorlatilag egy új szó az, hogy adattudomány, tehát ez nemrég óta van szerintem így a szótárainkban. Pontosan mit csinál egy adattudós, és hol lehet egyáltalán adattudóssá válni? Azért igen, valóban, tehát data science, tehát valóban egy új kifejezésről van szó. Annyit mondanék, hogy azért adatbányászat, ilyesmi, ez már régóta, meg most statisztika, tehát azért ez már 100 éves dolgok. Valószínűségszámítás. Egyébként matematikában ez se annyira régi dolog, tehát egy bő 100-150 éves múlta tekint még csak vissza ez a terület. Én úgy fogalmaznám meg, hogy azért vált önálló területi az adattudomány, mert önálló paradigma is. Tehát ez azt jelenti, hogy a megszokott, akár informatikában megszokott eljárásorientált, objektumorientált probléma megoldós gondolkodáson túlmutat az adatalapú megoldás, adattranszformációs problémáról van szó, adatot be kell gyűjteni, meg kell érteni az adat belső logikáját, megfelelő módon kell ábrázolni, tudni kell, hogy mit akarunk elérni.
elérni, és egy ilyen folyamaton keresztül kell eljutni a megoldásig. Tehát ez indokolja azt, hogy egy önálló területként megjelenik, mert valóban egy újfajta gondolkodásmódot is igényel. Az alkalmazási lehetőség az úgy tűnik, hogy gyakorlatilag minden szektoron alkalmazható, és minden szektornak szüksége is van rá, biológustól kezdve most már a zeneművészen át, azt lehet mondani, hogy mindenki használja. Az, hogy hogyan érdemes tanulni, ez egy nagyon jó kérdés, ugye erre mondtam, hogy még nem alakultak ki a dolgok, egyelőre ugye futunk a dolog után, tehát valaki már ki van képezve biológusnak, zenésznek, könyvtárosnak, nem tudom, bármilyen szakmát említhetnék, és utána igyekszik arra tudóssá válni, most ez zajlik körülbelül, mi is egy MSZ-i szakot szeretnénk indítani, ott is hasonló elképzelés van, én viszont úgy érzem, hogy nem ez lesz a jövő, hanem a jövő az az lesz, hogy tényleg ugyanúgy, mint más szakokon az egyetemen, vagy akár már egy idő után középiskolai szinten is, tehát fel kell építeni ezt a gondolkodást, és igazából azok lesznek a legerősebb adattudósok, akik valóban mondjuk már a BSZ-i szakon is egy ilyen típusú gondolkodásmóddal találkoznak. A program keretében közérthető informatikai ismereteket kapnak a cégek. Emellett szakértői segítséggel, pályázati tanácsadással, szakmai rendezvényekkel is várják a KKV-k képviselőit. A programban résztvevők minősítést is kaphatnak. Mi ezt 2020-ban csináltuk meg, a Ipar 4.0-át, akkor ez is minősítést kaptunk. Többnyire ez inkább egy ilyen vállalatirányítási rendszerhez tudnám hasonlítani, amely sokban segítette vállalkozásunkat, a céget ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk működni, és most szeretnénk az aranyminősítést is megcsinálni. Volt olyan résztvevő, aki nem a vállalkozói szektorból, hanem közintézményből érkezett. Nemrégiben volt egy rendezvényünk, amely során készítettünk egy mobil applikációt a múzeumnak, és szeretnénk fejleszteni ezeket a készségeinket. Szakemberek szerint a járványhelyzet is hozzájárult ahhoz, hogy a cégek jobban érdeklődnek a digitalizáció iránt. A Modern Vállalkozások programjában jelenleg 21 ezer cég vesz részt országszerte. Megyénkben ez közel 1200 vállalkozást jelent. A kezdeményezéssel eddig közel 60 milliárd forint értékű infokommunikációs támogatáshoz segítették a KKV-kat. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!